A szellemi tolmácsolás ugyanannyira nehéz, mint az idegen nyelvi, és nagyon nagy összpontosítást igényel. Én azt gondolom, hogy azok tudnak közvetíteni a szellemi rendből, akik nagyon magas rezgés szinten érkeztek a Földre, és akik nagyon sokat tanultak, fejlődtek, elemeztek. Magyarán tettek azért, hogy ezeket a gondolatokat és információkat át tudják adni. Többször beszéltem arról, hogy hogyan érhetjük el a személyes önvalónkat, amelyben ezek a tételek megfogalmazódnak. Hát én is így dolgozom, és az elmúlt 550 adás kapcsán a saját önvalomból merítettem ezeket az információkat, és adtam át. De ehhez be kellett járni egy nagyon fontos és hosszú utat, mögöttem is egy nagyon nagy tanulmányút áll, egy húsz éves kamino, amin végigmentem, és rengeteget kutattam. Én azt gondolom, hogy ennyi idő mindenképpen kell ahhoz, hogy az ember nagyon nagy rutinra, gyakorlatra tegyen szert, és csak ezután lehet kinyilatkoztatni. Mondhatnám azt is, hogy a szellemi tolmácsolás valóban olyan, mint a kinyilatkoztatás, vagy vele egyenlő. Szerintem csodálatos, amikor hozzáférünk ezekhez a tételekhez, számomra nagyon nagy boldogságot és gazdagságot ad az, hogy ilyen témákkal foglalkozhatok. És persze beszélhetünk arról is, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt nyilván ezt még nem tudtam megtenni, vagy semmiképpen sem ilyen szinten, tehát erre mondtam azt, hogy kell egy 20 éves bejárt út, rengeteg tanulmányjal. De hát én azt gondolom, hogy mindent ugyanígy lehet elérni a Földön, és bármilyen más szakmát nézünk, akkor ott is nagyon fontos a, a rutin, a gyakorlat, és az, hogy az ember rengeteget tanuljon, fejlődjön, és hogy haladjon ezen az úton. Vannak olyanok, igen, akik szellemi tolmácsként foglalnak helyet ezen a bolygón, és picit nekem az jut eszembe, illetve az jut eszembe, hogy, egy, hogy ez picit olyan, mint egyfajta szellemi szinkron tolmácsolás, mert én például úgy dolgozom, hogy ahogyan megfogalmazódik bennem egy gondolatiság, vagy egy cím, egy téma, én rögtön fordítom le ezeket a gondolatokat, és adom át, mondjuk úgy, hogy emberi nyelven. Tehát én igen, én úgy működöm most már, mint egy szellemi szinkrontolmács, amihez tényleg nagyon nagy felkészültség kell, és hát azért ennyi adást végigbeszélni négy év alatt, hát azért az sem kis piskóta feladat. De szerintem nagyon fontos az, hogy az ember így felcsatlakozzon ebbe a fajta minőségbe és állapotba, és én azt is gondolom, hogy ez a fajta munka így tud megtörténni. Hát én is ilyenkor sokkal közelebb kerülök valamihez, vagy valakihez, és hát így adom át ezeket a gondolatokat. Mondjuk azt, hogy a személyes, privát önvalomhoz, ami összekapcsolódik és egybe ér a nagy egyetemességgel. De hát én azt gondolom, hogy nagyon sok ember tud így működni, vagy tudna, hogyha ezt a fajta utat választja, vagy választaná, mert önvalója mindenkinek van, és ez a fajta tárház rengeteg szellemi kincset tartalmaz, csak ezt kell feltárni. Hát azért azt is tudjuk, igen, hogy a mai ember nem e felé indul el, mert az anyagi kincsek sokkal fontosabbak. Én nem gyűjtök már anyagi kincseket, egyáltalán nem, nem is érdekel már ez a féle dolog. Én a szellemi kincsekre és gazdagságra vagyok kíváncsi, és arra, hogy milyen információkat, ismereteket tudok átadni. És olyan érdekes, mert minden egyes napom, meglepetés, és egy hatalmas nagy katarzis, mert igazából sokszor nem tudom azt, hogy másnap milyen gondolatok fognak eszembe jutni, vagy harmadnap. És van úgy, hogy tényleg ilyen adhok jelleggel beugrik egy téma, és már rögtön megfogalmazódik bennem az, hogy, hogy miről kell beszélni. Tehát erre mondtam azt, hogy tényleg olyan ez, mint egyfajta szinkron tolmácsolás, mert én automatikusan adom át, és fordítom le, ezeket az energiákat. Szerintem ezek az információk, energiák, és úgy is működnek, és ezeket az energiákat kell megismerni. Én energetikából olvasok, és mindent így fordítok le. És iszonyatosan jól megérzek most már rengeteg mindent, nagyon jól tudom formálni ezeket az energetikai rendszereket, és akár pillanatok alatt be tudom sűríteni, és fizikai valóságát tudom őket tenni. Ez fantasztikus. Erről a fajta folyamatról is már elég sokat beszéltem. A korábbi előadások között meg lehet találni ezeket az anyagokat, és nagyon sokszor rajzoltam. Tehát... Én rajzokkal is szemléltettem azt, hogy, hogy egyrészt hogyan érhetjük el az önvalónkat, hogy ezeket az információkat hogyan tudjuk lehozni, hogy igazából ezek hogyan áramolnak át rajtunk keresztül, hogy ezek a gondolatok hogyan működnek energetikai lenyomatként. Ha mi mondjuk elképzelünk, elgondolunk valamit, az hol fogalmazódik meg. Hol tárolódik, hogy meddig várakozik, és hogy mi, mint ilyen energetikai átalakító lények, hogyan tudjuk ezeket bemutatni, megmutatni, átadni fizikális viszonyokban. Szerintem a jövőt, mint olyat, azért lehet látni és tudni, mert a mostban fogalmazódik meg. Tehát mindig a mostban fogalmazzuk meg azt, hogy később milyen aspektusok lesznek azok, amelyek fizikális viszonylatba megnyilvánulnak, és ezek a gondolatiságok, elképzelések sziluettként jelennek meg, vagy mondjuk úgy, hogy energetikai lenyomatként. Na most én azt gondolom, hogy valamilyen formán a szellemi tolmácsoknak az a dolguk, hogy ismerjék ezeket az energetikai lenyomatokat, jól tudjanak bennük olvasni, és el tudják azt mondani, hogy hogyan néznek ki, magyarán, hogy mit tartalmaznak. Én, igen, ott tartok már, hogy igazából nagyon-nagyon sok mindenbe bele tudok nézni, nagyon sok mindent le tudok fordítani, el tudok mondani. Rettenetesen jól érzem ezt a fajta rendszert, és igen, meg tudom azt mondani egyénileg is, és globálisan is, hogy ez a fajta, vagy mondjuk úgy, hogy amit jövőnek nevezünk, ez a tér, terület, hogy mit tartalmaz, milyen lenyomatok vannak benne. Mert ugye ebből lehet arra következtetni, hogy milyen fizikális viszonyok, körülmények adódnak, mert hát ugye idő kérdése, és ezek a, az elgondolások természetesen meg fognak nyilvánulni, és ezeket át kell élni. Szóval szerintem fantasztikus ez a munka. Én nagyon örülök annak, hogy végül, eme szakma és terület mellett kötöttem ki, és hogy ezt viszem most már nagyon régóta, mert nagyon izgalmas, felfedezés, nagyon sok újdonságot rejt, és minden nap egy új szín a palettán. Soha nem unalmas ez a munka, mindig ad valami pluszt, és nagyon fel lehet általa töltödni. Azt is tudom, hogy vannak olyanok, akik nagyon érzékenyek, és hasonlóképpen veszik ezeket az energiákat, mintákat, információkat. Az a nagyon fontos ebben a történetben, hogy ezeket mindig át kell adni, ki kell nyilatkoztatni, hiszen nem véletlenül vannak jelen. Tehát nagyon jó az is, hogy, hogy lehet fejleszteni tulajdonképpen ezt a tudást és képességet. Én is folyamatosan fejlesztem és még mondjuk 20 évvel ezelőtt nem voltam annyira tudatos, mint most, viszont, ahogyan mondtam, el lehet érni egy olyan szintet, nagyon sok gyakorlással, rengeteg elemzéssel, amikor tulajdonképpen az ember már egy nagyon profi szintre ér. És ez nagyon fantasztikus, mert mert nagyon sok mindent ki lehet következtetni, meg nagyon sok mindent lehet úgymond látni előre. Én is sok-sok évvel korábban már, látok és érzek bizonyos dolgokat, itt csak annyi a lényeg, hogy ki kell várni, amíg ezek valóban testet öltenek, amíg megnyilvánulnak, és hát ezek igazából ilyen visszaigazolások. Én rengeteg visszaigazolást kapok, úgymond az élettől folyamatosan, és ez egyfajta, nem is azt mondom, hogy elismerés, mert lehet, hogy arra nem igazán van szükség, hanem tükör. Igen. Nagyon sok ilyen tükör van. És ezekre a tükrökre igenis figyelni kell. Figyelni kell arra, hogy az ember mit teremt, hogy mit gondol el, hogy mi fogalmazódik meg az ő személyes önvalójában, hogy mit akarunk itt látni, hogy hogyan formáljuk ezeket az energiákat. Tehát ez egy nagyon izgalmas feladat és nagyon sok színű, sok rétű, és nekem az a tapasztalatom, hogy kifogyhatatlan, hiszen nagyon régóta beszélek ilyen témákról, most már 12. éve írom ezeket a gondolatokat, és négy éve beszélek folyamatosan. És egyszerűen, hát mondjuk úgy, hogy ezek a témák nem akarnak elfogyni, mindig jön egy újabb, és én azt is érzem, hogy egyre magasabb szintre lehet őket emelni. Hát ugye 550 vagy 551 előadás készült négy év alatt, és hát azt érzem, hogy, hogy még nagyon sok lesz. Rengeteg gondolatiság, és lehet, hogy egyre több. Azért lesz egyre több, mert, mert egyre nehezebb korszakokat élünk meg. És egyre több olyan információra, ismeretre van szükség, ami tulajdonképpen ezt az átállást segíti. És igenis, szükség van olyanokra, akik ilyen szellemi tolmácsként, vagy közvetítőként működnek itt. Igen, szerintem ez a közvetítés, ez egy nagyon jó szó. Én egyébként már gyerekkoromban tudtam, hogy én közvetítő leszek, és hogy a médiában fogok dolgozni. Én 13 éves voltam, amikor úgymond jelképes esküt tettem a szobámban, hogy én újságíró leszek, televíziós leszek, előadó, riporter, és hogy az egész életemet ennek a szakmának fogom szentelni, és hát ez így is lett, mert 16 évesen már elvégeztem egy újságírói tanfolyamot, és 19 évesen pedig már a helyi televízióban dolgoztam riporterként, 20 évesen már főállású szerkesztőriporter voltam. És tulajdonképpen azóta tart ez a munka, plusz 21. esztendeje, tehát jó régóta, és tudtam azt, hogy nekem a média lesz az a közeg, amelyben ugye közvetíteni kell, vagy mondjuk úgy, hogy tolmácsolni. Tényleg nagyon sok felkészültséget igényel az, hogy az ember automatikusan le tudja fordítani Ezeket az impulzusokat. Olyanok ezek, mint az elektromos hullámok. Én, én nagyon sokszor ezt érzem. És vannak olyanok, amelyek sűrűbbek, vannak olyanok, amelyek lágyabbak, és nem is azt mondom, hogy ezeket lehet látni, de nagyon erősen lehet érezni. Viszont az energetikai lenyomatokat belül láthatjuk, és ezek akár lehetnek színesek is. És ezeket a képeket jelenítjük meg. Fizikális mi voltban, tehát mi mindig képekkel dolgozunk és energiával, és ezeket a képeket szeretnénk ugye itt látni megvalósulva. Ez nagyon érdekes egyébként, nagyon érdekes ez a történet, meg maga ez a folyamat is, hogy tulajdonképpen ez a fajta közvetítés, alkotás, teremtés vagy tolmácsolás, hogy hogyan működik. De én azt gondolom, hogy azért az elmúlt időszak alatt, ezt nyomon lehetett követni, és nagyon sokszor beszéltem már erről a fajta mechanizmusról. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindig hallgassunk ezekre az érzésekre, ne nyomjuk el őket, adjunk nekik teret, hogy valósuljanak meg, és hogy így mutassák meg azt, hogy milyen a mi igazi valódiságunk. Nagyon csodálatos rátalálni erre a fajta mintára. És nagyon jó egy ilyen missziót ö, működtetni. Mert ez nagyon a sajátunk. Nagyon fontos szerintem, hogy mindenki azt a feladatot végezze, amiért idejött a Földre, ami az igazi valódiságából fakad. Hát nekem ez fakad a valódiságomból, és persze nagyon sok minden más is van még a tarsolyomba. Csak hát ö, kellenek majd hozzá eszközök, hogy ezeket meg tudjon valósítani, de energetikai lenyomatként, érzésben, már most is élnek. Tehát ezeket ugye úgymond ki kell küldeni a jövőnek vélt energetikai halmazba, de ugye nagyon sokszor elmondtam, hogy ez a mostban él és valósul meg. Csak itt az a kérdés, hogy mikor tudjuk őket besűríteni fizikális mi voltba. Hát erre való az idő, erre való az itteni élet, hogy ezt megtegyük, és arra, hogy nagyon sok új információt hozzunk, és hogy folyamatosan tolmácsoljunk. Hát én ezt teszem, mert ezeket az energiákat közvetítem. Nagyon jó ez a nyelvezet, én igazából az idegen nyelvek között nem találtam meg azt, amivel analógnak érzem saját magam, kivéve a szanszkrit. Tehát a szanszkrit nyelv nagyon közel áll hozzám, és ha most választani kellene, hogy én milyen nyelvet tanulnék meg nagyon szívesen, akkor az a szanszkrit lenne, valamint a latin. Nagyon érdekes, hogy a szanszkrit nyelvvel úgy vagyok, hogy amikor először találkoztam ezekkel a szavakkal, akkor úgy éreztem, hogy én már ezeket ismerem. És elég volt őket egyszer elolvasnom, és azóta tudom. Tehát, és ez már mondjuk tíz évvel ezelőtt volt. Nagyon furcsa. Még mondjuk más idegen nyelvekkel úgy vagyok, mert hát én is tanultam más idegen nyelveket hogy lehet, hogy vannak olyan tételek, amelyeket mondjuk elolvastam százszor, ezerszer, és egyszerűen nem akarnak beépülni, és nem, nem is nagyon tudok más nyelven megnyilvánulni, mert annyira idegen, szó szerint idegen. Szerintem nagyon jó az a megfogalmazás, ezek tényleg idegen nyelvek, számomra nagyon idegenek. A szanszkrita vagyok úgy, hogy nem idegen, nagyon ismerős, hát lehet, hogy az előző testetöltéseimben beszéltem szanszkrit nyelven, illetve még az orosz ilyen, én gyerekkoromban majdnem, hogy csak perfekt beszéltem oroszul, pedig nem tanultunk olyan nagyon sok ideje, de valószínű, és mivel állítólag én nagyon sokat éltem Oroszországban, ezért, ezért emlékeztem az ebbéli tudásomra. És persze még ott van a latin, ami engem nagyon érdekel, és amit közelebb érzek magamhoz, de amit a legközelebb érzek, az a szanszkrit. Szóval nagyon érdekes ez a történet, de hát a magyar nyelv szerintem csodálatos. Én nagyon örülök, hogy most magyarnak születtem, és hogy a mag népét képviselhetem, mert azt érzem, hogy én magyarul tudom elmondani igazán ezeket a gondolatokat, és más nyelven nem, nem. Egyáltalán nem, mert nem tudok annyira ilyen bensőséges kapcsolatot ápolni más idegen nyelvekkel, mint a magyarral. Hát azért azt gondolom, hogy az elmúlt 550 adás kapcsán lehet látni és érezni és hallani, hogy én milyen viszonyt ápolok a magyar nyelvvel, hiszen folyamatosan beszélek, de igazság szerint én már 6 éves korom óta folyamatosan beszélek, mert 6 éves koromtól 18 éves koromig szíjátszó voltam, és színpadokon léptem föl, előadó voltam, tehát mondhatjuk azt, hogy azóta művelem ezt a gyönyörűséges nyelvet közönség előtt. Tehát hat éves korom óta, magyarán 35 éve. Igen. És azóta ezt a szakmát viszem, ápolom, és fordítom le ezeket az érzéseket, impulzusokat, amelyek megnyilvánulnak, élnek, és szó szerint így az éterben működnek tovább. Tehát szerintem az a lényeg, hogy nagyon sok ilyen pozitív energiát szórjunk szét az éterben, és ezek lehetnek hangok, lehetnek gondolatok, érzések. Nagyon fontos, hogy ilyen gondolatisággal, hangokkal éljünk, mert ezeknek formáló ereje van. És az is nagyon fontos, hogy pozitív erőkkel dolgozzunk, szeretettel, odaadással, odafigyeléssel, törődéssel. Mert hiszem azt, hogy ezek a hangok és gondolatok nagyon sok helyre eljutnak, hát a statisztikák ezt igazolják, és hogy máshol is szét tudjuk szórni ezeket az impulzusokat, amelyek által sokan feltöltődhetnek, és tovább élhetik a földi fizikális létezést. Szóval szellemi tolmácsok is vannak, akik nagyon ügyesen közvetítik azt, hogy mi fogalmazódik meg a szellemi rendben, a mintában, és találok olyanokat, akik nagyon hasonló gondolatisággal élnek, ahogyan én. Ez azért van, mert valószínű, hogy összekapcsolódunk lelkileg, és mert ugyanonnan származunk, ugyanaz a feladatunk. Lehetünk ikrek, rokonok ebben a vállalásban. Fantasztikus, amikor olyan embereket fedezünk fel, akik hasonló misszióval vannak jelen, én felismerem őket, és tudom azt, hogy őket is a nagy egyetemesség vagy a rend küldte azért, hogy segítsék az itteni lényeket. Szóval a szellemi szinkron tolmácsolás nagyon fontos, és nagyon nagy felkészültséget igényel, de ugyanakkor szerintem nagyon csodálatos feladat. Hát én ezt érzem, és ezért dolgozom ennyire intenzíven. Most már tényleg minden nap készül egy vagy több adás. És ahogyan mondtam, szerintem még nagyon sok megnyilvánulás lesz, mert ez a fajta minőség közeg maga a rend folyamatosan és automatikusan küldi ezeket a jeleket, gondolatokat, energiákat, impulzusokat azért, hogy szépen osszuk el, és áramoltassuk őket a Földön. Tehát kellenek olyanok, akik közvetítők, és akik valamilyen szempontból tényleg Középen állnak. Tehát most mondhatjuk úgy, hogy az ég és a föld között, és én azt gondolom, hogy az embereken keresztül áramolhatnak ezek az információk, és hát mi azért vagyunk ilyen bőrben, hogy ezeket a, az ismereteket át tudjuk adni, akár a beszéd formájával, akár bármilyen hangok által, mert ha mi nem lennénk, akkor nem lennének olyanok sem, akik közvetíteni tudnának, vagy fordítani és tolmácsolni, és nem tudnák azt elmondani, hogy a nagy egyetemességben mi fogalmazódik meg. Tehát mi ezt a rendszert képviseljük. Én azt szoktam mondani, hogy én az Isteni mintarend rend szóvivője vagyok. <laughs> és ez egy fantasztikus munka. Csodálatos, a legjobb és leggyönyörűbb munka, feladat, és vállalás, amit el tudok képzelni, és amit valaha is csináltam. Ugye dolgoztam annak idején cégeknek, és képviseltem különféle stúdiókat, szerkesztőségeket, tévéket. De ez, amikor az ember a nagy egyetemességnek dolgozik, és a szeretet mintájából közvetít, hát annál gyönyörűbb, Alkotási folyamat szerintem nem létezik. És tudom azt, hogy erre kiválasztanak embereket, és azt is tudom, hogy ezt a fajta munkát nem mindenki tudja végezni, és nem is mindenki akarja. Viszont csodálatos, hogy vannak olyanok, akik elkötelezettek, akik hűségesek, és mindenáron kitartanak a rend mellett, még akkor is, hogyha nem könnyű a mai korszak. És hogyha hát lehet, hogy nem ezek azok a gondolatok, amelyek annyira népszerűek, és nem ezeket hallgatják meg több millióan, de nem baj, az a lényeg, hogy azokhoz eljusson, akik tudják őket használni, kamatoztatni, és az a lényeg, hogy mi folyamatosan beszéljünk. Tehát én, engem igazából annyira nem érdekel, hogy hányan hallgatják meg ezeket az adásokat, mert nem ez a cél, hanem az, hogy ezt a feladatot vigyük, hogy csináljuk. Hogy képviseljük azt a mintát, amit lehet, hogy ma nem képviselnek olyan sokan, de hát éppen ezért különleges és éppen ezért csodálatos ez a vállalás. Nagyon egyedi, nagyon bensőséges, és én azt is gondolom, hogy nagyon szeretetteljes, mert ebben a közegben valóban meg lehet érezni a szeretetet, és nagyon jó, mert én ezt mindig érzem és mindig fel tudok töltődni, és mindig át tudom adni ezeket az erőket. Szerintem ezt lehet érezni, mert sokan írják. Sokan írják azt, hogy fel tudnak töltődni ezen anyagok által, vagy hangok által, gondolatok által, mert olyan rezgéseket közvetítünk. És most szándékosan mondom, többes számba. Lehet, hogy én beszélek, de nem csak én beszélek. Tehát, oké, okay, lehet, hogy az én hangomat lehet hallani, de én azt gondolom, hogy mögöttem nagyon-nagyon sok minden van, amik és akik segítik ezt a munkát. Tehát támogatnak ebben a vállalásban, különben egyébként szerintem ezt nem is lehetett volna létrehozni. Hát ennyit és így biztosan nem. Tehát vannak támogató energiák folyamatosan, ezek nagyon szeretetteljes energiák, nagyon tiszták, nagyon magas rezgés élnek, és egy nagyon nyitott tudatosságban, ami szerintem fantasztikus. És ebben nincs korlát, nincs blokk, nincs határidő, nincs semmi, csak szabadság. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta munka mindenképpen csak a szabadságban tud megfogalmazódni, és csak korlátlanul és függetlenül lehet végezni, úgy, ahogyan én teszem. Ez a legnagyobb boldogság szerintem, amikor az ember így alkothat, szabadon, de mégis nagyon mély és erős elköteleződéssel a rend irányába. Tehát vannak szellemi szinkrontolmácsok, és biztosan ti is ismertek másokat is, akik hasonló feladatot vállalnak, és folyamatosan azt közvetítik, hogy mi van a világban, mi van a nagy egyetemességben, hogy mire kell felkészülni, próbálnak segíteni, támogatni. Szerintem egyre többen vagyunk, én azt látom, egyre több ember ébred, és egyre többen jönnek rá arra, hogy ez egy nagyon szent feladat és út.